Tisztelettel köszöntöm Önöket, Csatlós István vagyok, és a GIMP Pixel Grafikus Képszerkesztő Program bemutatására kaptam felkérést. Ezt fogom Önöknek bemutatni sok példán és néhány elméleti kérdés tisztázásán keresztül. Először egy kis elmélettel fogunk foglalkozni, utána jönnek a gyakorlati feladatok. Magamról annyit, több mint 20 éve foglalkozom informatika oktatással, különböző területeken dolgoztam, mind nappali tagozatos középiskolás tanulókkal, mind estis felnőtt oktatásban, szakoktatásban részt vállaltam, és jelenleg is részt vállalok. Nagyon sok vizsgáztatáson, különböző területeken, ECDL, OKE tanfolyamok vizsgáztatásában, érettségiztetésben vettem részt. Elég nagy tapasztalattal rendelkezem ezen a területen. A képszerkesztés területén több mint 6 éve munkálkodom. A legutóbbi munkám a 2009. február 1-től érvényes új ECDL példatár képszerkesztés moduljának első 30 feladatát én készítettem. Az elméleti előkészítésben is kivettem a részemet, és azóta is nagyon sok előadást tartok ebben a témában az ország különböző pontjain. Lássuk akkor, mivel is kezdhetjük ezt a tananyagot, ismeretanyagnak a feldolgozását. Először, mint ahogy említettem, egy elméleti kis rövid bevezető rész következik. Ezt úgy fogjuk megoldani, hogy egy prezentációt fogok elindítani, és ebben a prezentációban vannak azok az ismeretanyagok, amelyek az első ismeretek, vagy első elméleti háttéranyagok ismeretek elsajátításához szükségesek. Ez egy komplett oktatási anyag lesz, amely rövid videó anyagok formájában van feldolgozva, és ezen rövid videó anyagok egy-egy feladathoz, egy-egy ismeretanyag megismeréséhez kapcsolhatók. Ez vagyok én. Az elmélet első része következik. Ezt a prezentációt egyébként a oktatási anyag közzétevője majd elérhetővé teszi Önök számára. Számítógépes képfeldolgozás az alkalmazott matematika, az elektronika és a számítástechnika viszonylag új, rohamosan fejlődő területe. Két fő ága, a számítógépes grafika és a digitális képfeldolgozás, mi ez utóbbival foglalkozunk. Egy rövid történeti áttekintést nézzünk meg. A számítógépes képfeldolgozás gyakorlatilag egyidős a számítástechnika megjelenésével, mintegy 45 éves múltja van. A számítógépet megelőző időszakban az optikai képfeldolgozás igen magas színvonalat ért el, de bizonyos területeken a pontosság és a mennyiségi igények miatt gyökeresen új módszerekre volt szükség. Az 50-es években a képdigitalizálás eszközeinek elméletének kifejlesztése volt a legfontosabb feladat, ezzel foglalkoztak a kutatók. A 60-as években már bizonyos konkrét feladatok megoldásával foglalkoztak. 70-es években matematikai megalapozása történt az új számítógépes ágnak. Hardwarefejlesztés volt a feladat. 80-as években a PC és a képfeldolgozás tömeges megjelenésére látunk példákat. Megjelenik a DTP, a Desktop Publishing, amely azt eredményezi, hogy a digitális folyóiratok tömege jelenik meg elsősorban az interneten, de a kiadvány szerkesztés más területein teljesen átveszi az uralmat az eddigi analóg szerkesztések fölött. Most már
mindent gyakorlatilag digitális technikával készítenek. 90-es években az árcsökkenés miatt a digitális fényképezőgépek, kamerák és a videókamerák elterjednek a felhasználók körében, és így lehetőség nyílik még további fejlődésre. Vizsgáljuk meg az emberi látás folyamatát, mert a képeinket az emberi szemen keresztül fogjuk érzékelni. Azt biztosan mindenki tudja, hogy az információink legnagyobb részét, háromnegyedét, vagy egyes kutatók szerint több mint 80%-át látás útján szerezzük be. És hát azt is tudjuk, hogy a fény az elektromágneses hullám, amelynek tartománya a 7,89 × 10¹⁴ Hz-től a 3,85 × 10¹⁴ Hz-ig terjed, vagyis 380-tól 790 nanométerig. Ez a látható fény spektruma. Elsődleges fényforrásnak a napot tekintjük, illetve minden olyan csillagot, amely fényt bocsájt ki magából. Másodlagos fényforrásnak tekinthető minden fényvisszaverő felület, amely ezt a fényt vagy más mesterséges fényt visszaver. A fény visszaverődésére és hát a fénytörésére is alapvető fizikai, optikai törvények érvényesek, amelynek ismerete elengedhetetlen a számunkra.